Szilárdon a Garai János Gimnázium tanulói adtak ünnepi műsort az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulóján az emlékező közönségnek. Az országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává. Gyurkovics János, a város alpolgármestere beszédében elmondta, a határon túli magyarokkal együtt erős a nemzetünk. Egy nemzet tesz hitet amellett, hogy megmaradásának, jövőjének alapját az örökségen, a hagyományokon alapuló közösségvállalás jelenti. Nincs jövő, összetartás az értékekre és nem az érdekekre építő szövetség nélkül. Bonyhádon már pénteken elhelyezték az emlékezés koszorúit a trianoni emlékműnél. Itt Szabó Tibor alpolgármester mondott beszédet, amiben kiemelte, hogy emlékeznünk kell Trianonra, és el kell mondanunk a gyermekeinknek is. Másképpen nem is tudunk sikeresek lenni Európában, mi magyarok, csak úgy, hogyha az egész nemzet összefog, mindenki egy irányba halad, és ennek fényes jeleit látjuk már az elmúlt évtizedben. A magyarság ellen összefogó erők a hegyeinket, vizeinket, erdeinket, bányáinkat, vasútjainkat, gyárainkat és minden harmadik magyar testvérünket oroszták el. Bátaszéken is többen lerótták tiszteletüket az emlékműnél a gyásznap alkalmából. Itt különösen fontos ez a nap, hiszen a város és a környéke is majdnem odaveszett Trianonnal. Hiszen Bátaszék történelmében nagyon-nagyon szomorú esemény, hiszen Trianon után még egy évvel Bátaszék nem Magyarországhoz, hanem a jugoszláv, illetve bocsánat, a szerb királysághoz tartozott. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Kakasdon is sokan vettek részt a Belaci haranglábnál tartott megemlékezésen, ahol többek között a helyi általános iskola diákjai készültek műsorral. Selné Simcsi Korsolya polgármester beszédében a nemzeti összetartozás jelentőségét emelte ki. Testvértelepüléseinkről hatalmas szívvel megérkeznek, milyen szomorúan távoznak, és ennek mi a háttértörténete. Egy csoda az, hogy itt a több mint 100 éve szétszakított magyarság, fizikailag államhatárokkal szétszakított magyarság lelki összetartozását nem tudták szétszakítani. A rendezvény zárásaként a 102. trianoni évforduló alkalmából 102 másodpercig harangoztak a településen.